Szerdai napon lépett pályára a sárga-feketében játszó János Somory. A 20. fordulót pótolták a felek, a miaink a Hédervárt fogadták ezen a napon. Mi voltunk az esélyesei a találkozónak, hiszen mi 5. vagyunk a tabellán, az ellenfél csak a 13. Régi ismerőst köszönhettünk a Hédervár soraiban, Németh György, a korábban János Somoryát megjárt játékos, ezúttal ellenfélként lépett pályára János Somory egyepen. 8. perc, egy vendégszöglet, ami után nem tudunk felszabadítani. Szakács cselezget a széren, aztán középre teszi, Hegyi pedig elvéti Bári kapuját, jól emelkedett fel középen az ellenfél játékosa, nem nagyon zavarták a védőink. A fejes azonban céltéveszt, a beadásokat és a hosszú labdákat erős szél zavarta, amely minket támogatott az első félidőben. 9. perc, János Somolyai ellentámadás szinte rögtön az ellenfél próbálkozása után, Gondár középre üti ki a lövést, Sebők ismételhetne, a kapus már fekszik, fölé száll a lövés. Helyzetre helyzet a válasz a János Somorjától, de továbbra sincs gól. Ekkor még bizakodhattunk abban, hogy jó iramú, sok helyzettel, sok góllal tarkított találkozót láthatunk majd. Az elemek közbeszóltak, az erős szembeszélben nem tudja saját tér feléről kihozni a labdát a Hédervár, és jöhet megint a János Somorjai ellentámadás. A középre adott labdára Tóth érkezik, nem tudta kellően kapu felé továbbítani. A földre lefejelt labda becsapta Gondárt, de volt ideje reagálni a kapusnak. A második helyzetünk ecsen váltjuk gólra. Szalai labda szerzése a félpályán, továbbra is támadásban a mieink. Tótot nem tudják szabálytalanul sem szerelni, aztán a támadó messziről lő, és elkerüli Gondár kapuját. Mindez a 17. perc eseménye. Tóth második helyzete is kimarad. Aztán ellentámadásba megy át a Hédervár, elég nyugodtan adogathatnak a 16-osunk környékén, Németh valamiért nem lép közelebb a kapuhoz, ismerős lehet neki pedig a János Somoryai pálya és az erős szél, mégis pontatlan a lövés. Egy perccel később támadásban az ellenfél, Léva is odródik ki, a mieink talán felszabadíthatnának, azonban ez rövid, és belefér még egy lövés is, Bárinak nem volt nehéz dolga. Aztán szépen lassan elfogynak a helyzetek a találkozón, és inkább mezőnyben gyűrik egymást a csapatok. 34. perc, egy esetleges beadás, Hafner messziről próbálkozik, Bárinak nem kellett játékba avatkoznia. 46. perc, Koff távoli szabadrúgása, ez sem borzolja különösebben a kedélyeket. A második félidő derekára eseménytelenné válik a találkozó. Szalai a második félidőben, 52. perc, lecsúszik a lábáról, Gondárt nem lepi meg. Továbbra sincs valódi gólhelyzet a mérkőzésen. A kapusokat nem nagyon tornáztatják a felek. 63. perc, egy szabadrúgás kombináció a mieinktől. Megvan a lövés is, Gondár lábbal hárít, szabados és hegedűs játszott össze. Nem tudtuk zavarba hozni most sem a hédervári védelmet. Az utóbbi fordulókban többször megpróbálkoztunk ezzel a szabadrúgás kombinációval, és ezen a mérkőzésen is látjuk még. Sebőköt nem tudják szerelni a 16-os környékén, Cserivel játszik össze. Van induló ember a szélen, aztán a tekerés fölé száll. Szabados nem talál kaput a 65. percben. Farkas, ahogy beáll csereként, rögtön szabadrúgást végezhet el. A lövés Bári ölébe hullik. Nincs komolyabb hédervári helyzet sem. 78. perc, Németh szerez labdát. A 3. ember mellett is elviszi, nem tudják szerelni a mieink. Aztán Vida elé tálal, Vida lövése azonban ugyanúgy, mint az eddigiek, fölé mellé. Bárinak továbbra sincs komoly védenivalója. Nincs igazi gólhelyzet. 84. perc, egy jó kiugratás, Tóth indul a leshatáról. Néz középre, kit lehetne megjátszani. Eke érkezik a hosszú oldalon, ám a csereként beállt fiatal csatár, éles szögből. Megint elhibázza az újabb János Somoryai lehetőséget. És ekkor már csak 6 perc van hátra, nagyon érik a 0-0-ás döntetlen. 3 perccel később megint megpróbálunk eladni egy szabadrúgás figurát. 4 érintés után megint egy pocsék befejezés. Eke hasonlóan, mint korábban, most is fölé vágja. Mindent megpróbál a 3 pont megszerzésért az ellenfél, egy középre adott labda, Hafner fejel. Bári nem állt a helyzet magaslatán, tőle akár be is mehetett volna, a fejes azonban célt téveszt. Itt már szerették volna dülőre vinni a csapatok, megélénkül az utolsó 10 perc. Megint egy szabadrúgás variáció, most azonban nincs passz középre, hanem hegedűs eltekeri a felső sarokba. Talán nem számítottak rá az ellenfél védői, megint ezt adjuk el. Ez most az egyszerűbb megoldás volt. Koff legurítja,
Későn indulnak a labdás emberre, egy hegedűsnek megvan a tempó előnye, ahogy átveszi, már megteremti magának a lövőhelyzetet, és jobb külsővel elteszi Gondár mellett. Nem sikerül kihúzni a kapott gól nélkül az ellenfélnek. Gondár transzba esik. Ez már a 93. perc eseménye, belefért még egy szabad rúgás, levágódik a sorfalról, Cseri pedig fölé durrantja. De a sok kihagyott helyzetet is meg lehetett bocsájtani, és a rossz játékot is, hiszen az utolsó pillanatig küzdve sikerül itthon tartani a 3 pontot a Hédervár ellen, így a mieink az 5.-ről a 3. helyre lépnek előre, a Hédervár maradt 13. A következő mérkőzést a János Somogy a szombaton 17 órától vívja majd a Koroncó otthonában. Az első 15 perc után rájöttek a srácok, hogy lehet keresni valónk, és egész jó futballt mutattunk be, de ez nem ért úgymond pontot, de úgy érzem, hogy a mérkőzés nagy részébe tudtunk dominálni, meccslabdáink is voltak. Hát nem akarok magyarázkodni, körülbelül a 6. ilyen vereségünk, ami így úgymond az utolsó pillanatban 0-0-ás állásnál az ellenfél rúgja be a meccslabdát, ezért csak gratulálni tudok a János Somorjának, és kívánom, hogy legyen meg nekik a bronzérem. Az ellenfél tényleg abszolút nem feltartott kézzel, hanem még a sérülésből visszatért rutinosabb játékosai fönn voltak a pályán, addig komoly játékerőt képviseltek. Hála Istennek, hogy a vége felé egy szerencsés szituációból sikerült a győzelmet behúzni.